Sziasztok! Én Szénégető Rihárd vagyok, és köszönöm titeket a csatornámon. Ahogy azt a legutóbbi videómban ígértem, amikor a non nobis dominéről beszéltünk, most az Anzsú sorozat első három kötetéről lesz szó, és az a helyzet, hogy most is csak a borítókat hoztam, mert Szabi nagyon vaskos könyveket ír szám, és nehéz az érőket itt tartani egy videón keresztül, úgyhogy így mutatom csak meg az első három kötet. Ami fontos, a Nonnobis Domine ennek a sorozatnak az előzménye, és ajánlott azzal kezdeni. Az előző videóban kifejtettem, hogy miért. Ugyanis ez a 15 kötetre tervezett 5 trilógiával álló sorozat egy nagyon nagy komplex történelmi vállalkozás, viszont teljessé csak akkor válhat, ha a Nonnobis Domine röpke 800 oldalát és magadévá teszed. Az a helyzet, mielőtt itt belefognánk a tényleges kötet értékelésekben, hogy nagyon-nagyon érezni a kutató munkát a sorozat mögött, érezni, hogy hogy Szabolcs tényleg olyat akart írni, ami hiteles, ami történelmileg rendben van, és ennek köszönhetően talán néha egy picit jobban el is veszik a részekben mint az szükséges lenne, de ennek ellenére érdemes pontosan ezzel a szemmel nézni a könyvet, hogy akár viseletre tekintettel például, vagy pedig bizonyos szokásokra tekintettel, akár még hiteles forrásként is felhasználható művek ezek. Na de, hogy rátérjünk, kezdjük az első kötettel, a Lilium és Vérrel, ami úgy kezdődik, ahogy egy másik nagyon híres mű, és itt egy picit így szoktam is viccelődni Szabival, meg úgy, úgy eleve szoktam mondani ezt barátoknak, cimbaráknak, ismerősöknek, amikor az Anzsukat ajánlom, hogy az Anzsú a magyar trónokharca, <coughs> bocs, Szabé, de van benne igazság, annak ellenére nem fentezi, rengeteg klasszikus fentezi meg népmese jelen megjelenik a könyvben, vagy a könyvekben. Például rögtön a első kötet kezdete is ilyen, amikor kilenc évvel búcsúlyok után Károly Róbert megjelenik egyszer csak Bátor Attila udvarában, és azt kéri, hogy Attila segíts nekem, mert csak vele tudom beteljesíteni azt, amit királyként szeretnék. Igen, ez a fordulat lehet, hogy ismerős, bár nekem meggyőződésem, hogy Szabolcs ezt nem a trónok harcából kölcsönözte, hanem szimplán ez a pont előbb említett kicsit népmesei, kicsit fentezi jelleg az, ami őt motiválta itt. Ez egy nagyon jó felütés, még akkor is, hogy ezt már hallottuk máshol, és tudjuk azért, hogy ez egy klisé, mondjuk ki, de annak ellenére a regény nagyon jól indul. Van egy kis ifjúsági regény jellege még itt is, ugyanúgy, ahogy a Nonobis elején is volt, és vannak a sztoriban apróbb döccenők, illetve vannak dolgok, amiket nem teljesen értünk, hogy miért van ennyire kidomborítva, például László szála abszolút ilyen, de ezek mind-mind-mind majd a helyükre kerülnek a második kötetben, a Lángmarta délben, de még mielőtt a Lángmarta délre átélnénk, fontos, hogy a Lilium és Vér ezekkel az apró döccenőkkel, illetve picit nyersebbnek ható részekkel lesz az, ami, és ezért lesz annyira szerethető könyv, ezért is indul vele a sorozat tök jól. Nem hosszú a maga 301 néhány oldalával, egy kellemes délután alatt el lehet olvasni egyébként. Aztán, mint előbb említettem, itt a Lángmarta dél, a második rész, ahol például ez az említett László szála helyére kerül, illetve Robert, aki Károly, de ugye mindig Robert Károlynak akarom mondani, Károly Robert helyett. Tehát Károly meglátogatja Délvidéket, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és ugye itt helyére kerül az, hogy miután az első kötetben a felvidéki hadjáratot megismertük, hogy hogy is teremt a király rendet azon a bizonyos lángmarta délen. Közben nagyon-nagyon sok minden történik, amit nem akarok elmondani, mert hogy nem szeretnék spoileres lenni, mert így is mondjuk már ezzel, hogy felvidéki hadjárat, illetve uh, rendet rak Károly Lángmart délen is, mert szintén spoileresztem, ezért elnézést kérek. Bár ugye a, aki uh, történelmi órára járt, azért ennyit azért remélem, hogy tud. Na most, ez a kötet egy picit én szerintem uh, döcögősebb, ugyanakkor jobb is, mint az első kötet. Amitől meg hat, hogy a sztori nem annyira sodró, lendületű és kerek, viszont ugyanakkor minden egyes mozzanata nagyon fontos. Nagyon jó leír rengeteg dolgot, és rengeteg olyan van, amikor mondtam, hogy már mi ez a fordulat, már megint te a bíró szabolcs, de pont ettől lesz annyira jó. Mint ahogy aztán később, jaj, és nagyon fontos, aki elolvassa a könyvet, vagy elolvasta a könyvet, az mondja már nekem, hogy Miért olyan ismerős Lackfi István bátorító szavalata? Tudom a választ, csak kíváncsi vagy, hogy nektek is leesett, ami nekem. Aztán itt a harmadik kötet, az utolsó tartomány úrig, aminek a legnagyobb berénye, hogy lényegesen sötétebb tónusú, mint az előző kettő. Tehát itt a legösszeszedettebb a sztori Szabolcs itt engedte el magát a legjobban, de ugyanakkor itt is lett a legszigorúbb, történelmileg is, meg minden szempontból. És tényleg egy olyan ö, olyan kötet kerekedett belőle, aminél nagyon sokszor azt mondtam, hogy huha, ez a fordulat azért nagyon erős, vagy azt mondtam, hogy huha, itt nem csak a fordulat maga erős, hanem úgy az egész. Ö, egész ö, hú, Tehát hogy az a baj, hogy megint csak spoileres lenne, de búcsúzunk el szereplőktől, jönnek olyan fordulatok, amiket még akkor sem várnánk, hogyha egyébként az adott korral tisztában vagyunk. És azért ezek nagyon-nagyon kemény erények, meg nagyon-nagyon olyan dolgok, ami, ami mondjuk egy írói eszköztárban csak akkor megengedhető, hogyha az, az adott író bízik az olvasó táborában. Márpedig szerintem Szabolcs bízik az Anzsuk olvasóiban, és ez a trilógia abszolút bizonyíték volt számomra is arra, hogy ez a sorozat nekem való. Alig várom, hogy nekiálljak a másik trilógiának, és arról is csináljak majd nektek egy videót valamikor. De egyelőre még csak ezek azok, a, amik, amik megvoltak, és amik alapján értékítéletet tudok mondani. Az biztos, hogy olvastam így a, sok hozzászólást, meg sok kritikát, ahol mondjuk Szabolcs írói képességeit vitatták, ami szerintem nettó baromság, mert elnézést. Ugyanis tudni, hogy Szabolcs rettenetesen hagyománytisztelő és nagyon jó író. Azt viszont elismerem, hogy a stílusa nem fedétlen való mindenkinek, mert ugyanakkor, arra hiába modor, modor, tehát hiába a tűnik modorosnak sokszor egy-egy könyve. Nem modoros az, inkább az a furcsa benne, hogy a meglepő modern leírásokhoz képest mondjuk a párbeszédek sokszor korhűek próbálnak lenni. És ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Nekem egyébként kimondottan tetszik, és segít a hangulat megjövetelében, a hangulat meghozatalában. De pontosan tudom, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem fekszik. De még nekik is azt mondom, hogy igenis adjanak egy esélyt az ansuknak, akkor is, hogyha mondjuk a Nonobis Domine nem működött, amiben egyébként kételkedem. Vagy hogyha mondjuk a Lilium és Fél annyira nem tetszik, akkor is érdemes neki a lángmarta és ha még így sem vagy maradéktalanul meggyőzve, akkor is érdemes neki az utolsó tartományúrignak, ugyanis én szerintem a három együtt már összeáll egy olyan egészé, amitől érteni fogjátok azt, hogy miért mert a Szabolcs ezt az egész sorozatot 15 kötetre tervezni. Ugyanis szerintem a puskapor is meg lesz addig, illetve a, az olvasótábor is ki fogja várni a végét. Na de, lehet, hogy tévedek, ez majd a következő trilógiából kiderül, illetve a következő Anzsuk videómból kiderül. Na de, nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha nem szeretnétek várni a következő videókig, akkor választjátok a csatornatagságot, és nézzetek föl, mert már vannak ott most is olyan videók, amik csak rátok várnak. Illetve, ha nem szeretnél csatornatag lenni, de támogatnád a csatornát valahogy, hogy több videó készüljön, illetve több podcast készüljön, a leírásban megtalálta módokon megtehetitek, például a Patreon oldalamon keresztül, vagy pedig pólos csomag rendelésével. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, nekem mindkettő hatalmas segítség. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, sziasztok!